Bertus tehát Lukácsot keresi, kifejelik. Komán lövi vissza, gól! A 84. perc legelején Komán Vlagyimir találatával megtörik a jég. Nem csak Komán Vlagyimir, hanem a Diósgyőr jege is ez. Mert sok helyzet után sikerül betalálni a Color City Kazinc Barcik a kapujába. Bertus szögletét röviden fejelték ki, és Komán pedig most pokolian kilőtte a bal alsó sarkot. A találkozó hajrájához közeledve Komán Vlagyimir találatával a Diósgyőr 1-0-ra vezet a Color City Kazinc Barcika ellen. Itt a röviden kifejelt labda, és Komán nem igazi, hanem kapásból bombázza, lövi a bal alsó sarokba, ahogy kell.